Minden résztvevőt szeretettel üdvözlök. Tehát a téma, a címe a 60-as és a 80-as évek között az Takiban történtek, illetve az elit intézmények. Én 1979-ben kerültem a Takiba, tehát ennek a végén kapcsolódtam be, de azért az elejét láttam, ismertem. Az előző nagyon érdekfeszítő és érdekes előadáshoz több kapcsolódásunk is van, hiszen a KKC-t már az előbb is hallottuk, de most én mégis hagy foglaljam össze, hiszen az egyik elődje az Takinak, amely kettő intézményből alakult, éppen a KKC volt. A 1956-ban alapították, és azzal a céllal jött létre, hogy megépítsék az első hazai számítógépet, megértsék és megtanulják a működését, és elindítsák a számítástechniknek a elterjedésének és a szakemberek képzésének a folyamatát. Túlzás nélkül állítható, hogy ez volt a magyar számítástechnika számítógéptudomány bölcsője. Az intézet igazgatója Varga Sándor, a tudományos helyettese pedig Tarján Dezső, mint az előbb is hallott. Bocsánat. A csoportnak nagy jelentősége van a hazai számítástechnikai fejlődése szempontjából, hiszen az a kutatás, amelyet a fiatal mérnökök és matematikusok itt folytattak, példaértékű. A KKC-ben több részleg is alakult, számítógép kutatási, üzemeltetési, műszaki szerkesztési, elektromos műszerészek, mechanikai műhelyek, matematikai, programozói, operációkutatási osztályok, valamint más, elsősorban kiszolgáló egységek. Én úgy tudom, úgy olvastam, hogy a KKC-n belül a gépépítésével kapcsolatban vita folyt arról, hogy teljesen hazai tervezésű gép épüljön, vagy pedig valamilyen segítséget vegyenek igénybe. Végül úgy döntöttek, és ezt az előbbi előadásban is hallottuk, hogy a Szovjetunió eddigi kutatási eredményeit használják fel, és a szovjet dokumentáció alapján készítenek el egy számítógépet, az M3-at. Az M3-ról egy kicsit részletesen beszélnék, hiszen szerintem nagyon nagy jelentőségű volt. Ez az első hazai programvezérlésű digitális elektronikus számítógép 59-re készült el. Nézzünk pár jellemzőjét, első generációs, tehát elektroncsöves képről van szó, mint egy 700 elektroncső és 2000 diód alkotta. A szó hosszúsága 31 bit, amiből egy előjel 6 pedig az utasítás, és még két operandú címet is ő tartalmazott. Az átlagos műveleti sebességű az 30 művelet volt másodpercenként, ugye ezt is hallottuk az előbb. De később ferrit memóriával bővített változatban ezt feltornázták egészen 100-ig. Az operatív tár az egy kilós mágnes dob, amit a későbbi fejlesztések eredményeként és két dob felhasználásával már a négyszeresére bővítették. A később üzembe helyezett ferrittár is egy kiló szónak felelt meg, de természetesen sokkal gyorsabb volt. A bemenet egy Ferranti gyártmányú lyukszalag olvasó volt, a kimenet pedig egy Siemens típusú géptáviró telex. Operációs rendszere ezeknek a gépeknek még nem volt. A gép kb. 10 kW-ot fogyasztott, ami jelentős hőt termelt, és így ez a működését befolyásolta, ezért állandó légbefolyásra, hűtésre volt szükség. Már menet közben megindultak a lépések a továbbfejlesztés irányába, így gyorsabb lyukszalag olvasóillesztése, a mágnes dob nagyobb felirási sűrűség megvalósítása, két mágnes dob egyidejű használata, a ferrittár, a mágnes szalag memóriához a kapcsolása, és az egész gép hosszú élettartamú elektrocsövekre való áttervezése, vagy egyes áramkörű tranzisztorok kiváltásával. Az utasítás készlet bővítésével. Ezt az ábrát, amit ugye
ezt a mágnes dobot, ezt itt Magyarországon Budapesten csinálták, ezt azért hoztam ide, mert ez annyira sikeres fejlesztés volt, tehát ez nem az orosz, hanem ez a magyar, hogy a KKC a saját fejlesztésű mágnes dob memőrekből többet is szállított például Romániába. Az M3 építés követően a KKC-ben átszervezésre került sor Acél István vezetésével, és a súlypont az építésről átkerült az üzemeltetés, a biológiai, nyelvészeti, gazdasági, műszaki számítások területére. Például ugye az előbbi előadásban hallottuk a 40x40-es mátrixot, illetve az Erzsébet-hídnak a statikai számításait ezen a gépen végezték. Ezek a fejlesztői, üzemeltetői munkák egészen 1964-ig folytak, ekkor az M3-at leállították, és a gép Szegedre, a JATE kibernetikai laboratóriumba került. És megkezdődtek egy nagyobb gép, a szovjet Ura 2, a beszerzésének és üzembeállításának az előkészítése. Ugye erről is hallottunk az előző előadásban, hogy milyen nehézségek, és körülményes volt az egész. Ezzel egy időben történt ezen intézmény átszervezése, átnevezése és költöztetése. Az utód 1965-ben alakult az MTA számítástechnikai központ, és a várba az Úri utca 49-be költözött. Ez az épület egyébként, amit második József a kalapos király 1782-ben felosztatott Clarissa Korostolnak a temploma, és ennek a ezen a részen volt, tehát az első emeleten volt a számítóközpont, alatta és fölötte más intézmények voltak. Megjegyzem, hogy a telefon vagy postamúzeum is ebben az épületben van. Itt a gépterre maradt, de ez jelenleg nem látogatható. De térjünk vissza az Ura 2 orosz tervezés és gyártású számítógépre. 1965-ben érkezett az Ura 2, ez is egy első generációs, tehát elektroncsövel számítógép, aminek a szóhosszúsága kb. 40 bit. Az operatív tár 2 kilószú mágnes dob. Az átlagos műveleti sebessége 80 művelet másodpercenként. Ezekből az adatokból látható, hogy nem szégyenkezhetünk a saját építésű M3 miatt, hiszen az Ura 2 paraméterei szinte azonosok voltak az M3-mal. Ráadásul én úgy tudom, hogy az Urat nagyon megbízhatatlanak tartották. A fáma szerint a legfontosabb szerszámuk egy gumikalapács volt, amivel a kontakthibákat keresték és javították. Természetesen operációs rendszere ennek a gépnek sem volt. Ezekhez képest egy elképesztően nagy ugrás volt az amerikai számítógép, a Control Data Corporation-nek a beszerzése. A beszerzés körülményei is igen érdekesek, hiszen embargó volt, minden ilyen termékre mégis sikerült szertenni a gépre, nyilván kölcsönös kompromisszumok eredményeképpen. De nézzük, hogy a CDC 3300-as mit tudott. Ez már egy második generációs, tehát tranzisztoros gép volt. A szóhosszúsága 24 bit, de nem 3x8, hanem 4x6, tehát 6 bit volt a alapegysége. Az operatív tár az kezdetben 64 kiloferrit volt, de aztán ez többszöri bővítés után és hazai fejlesztések után 128 kiloferrit és 128 kiló félvezető memóriára bővült. Az átlagos műveleti sebessége 0,8 MIPS, tehát fényévekre volt az előző két géptől. Összehasonlíthatanak gyorsan. Az architektúrája is érdekes, hogy más. Speciális periféria vezető csatorna rendszere volt ennek a gépnek.
rendelkezett egy BDP, egy Business Data Processor nevű speciális hardware számlóegységgel, amelyik nyilván gyorsította a számolásokat. Külön multiplexer egysége volt a távadatfeldolgozása, tehát itt kezdődött el az, amikor már nem csak helyben lehetett mondjuk köteget batch feldolgozást végezni, hanem távolról be lehetett jelentkezni. Relokálható szegmentált memória szervezése volt, és egy nagyon korszerű master nevű multitaskos operációs rendszer futott rajta. Magas szintű nyelveket természetesen compilerek álltak rendelkezésre. Ekkor mondjuk már az Algolon túl vagyunk, Fortran, Cobol, ezek a nyelvek dívtak akkor, és az olyanok, amik ma divatosak, még nem voltak. A gép a maga idejében rendkívül korszerűnek számított, habár a CDC rendelkezett ennél sokkal nagyobb tudású gépekkel is, mint a CDC 6600-at, és főleg a Cyber, amikor az IBM, ja az IBM az azért nagyon jelentős, hiszen a szocialista táborban az IBM gépeket az alapul. Az IBM gépeket is megverték teljesítményben, de meg kell jegyezni, hogy ezen gépek, tehát a CDC gépeknek a konstruktőrei között ott van az a Samuel Cray, aki később a Cray Research szupergépeit tervezte. Ez a CDC-nek az a gépterme, meg két teremben volt az egyikben volt a központi egység, másikban a perifériák. Ez itt a perifériás tartalmazó gépteremnek az egyik része. Itt vannak a mágneszalagok. A 2400 BPI sűrűséggel írtak föl, ez egy teljesen elfogadható érték, még ma is amennyiben még használnak. Ez a négy darab éti 440 megás lemez, ugye ezt ma megmosolyogjuk, de azért akkor ez egy hatalmas teljesítmény volt. Volt hátul a mágneszalag, tárolókat látjuk. Itt ezen az oldalon a kisebb cserélhető lemezegységek voltak 8 megás darabonként. És itt ezen a részen lehet látni egy konzolt, ez egy mechanikus gömbfejes írógép, és ezt a konkurens cég az IBM gyártotta, tehát a CDC egy IBM konzolírógépet használ. Ami itt még az előtérben látszik, a fő bemeneti input periféria, ez egy kártaolvasó, ami igen nagy sebességet pneumatikusan dolgozott. És ami nem látszik, mert a hátunk mögött volt még egy lassabb dobos sornyomtató, és volt egy gyorsabb láncos. Kártya, lukasztó, lyukszalagolvasó és lukasztó, és volt egy plotter is, egy kicsi, hát ami valamiféle, mondjuk az, hogy analóg megjelenítést is lehetett csinálni. És, ahogy az előbb említettem, voltak a DATEX modemeknek hívjuk ma, egységek, amivel a távoli, tehát a vidéki nagyvárosokban lévő terminálokkal lehetett kapcsolódni. A számítógépterben kívül voltak még olyan egységek, MDS-nek hívták, hogy mágnes szalagra lehetett az adatelőkészítést megcsinálni. Magyarul nem csak papíralapon kártyákkal lehetett inputot, hanem mágnes. Most nézzünk pár bővítést. Ez itt a CDC-nek az UT200-as terminálja, tehát ilyenek voltak mondjuk Szegeden, Miskolcon és olyan vidéki városokban, ahol akadémiai kutatóintézetek, egyetemek voltak. Ez a kép csak azért érdekes, mert ugye ez egy eredeti CDC gyártmány, amit később a saját fejlesztésünkből itt látható variterrel ki tudtunk váltani. Ez a példány egyébként most itt ilyen szépen bekeretezve Miskolcon van egy kiállításon azért, vagy milyen állapotban. Egy következő fejlesztés volt, ugye a CDC, itt látszik is, hogy egy saját csatolóval egy kis
keskeny kalkonplottert is hozott, de ez viszonylag lassú, kis felbontású, és csak egy fejes gép volt. Ezt aztán lecseréltük egy sokkal nagyobbra, szélesebbre, amelyik ötször finomabb lépésekre volt képes, és háromszínű tollat lehetett benne használni. Hát annak az interfészét, az összekötetését már nekünk kellett megcsinálni. A következő fejlesztés, ahogy az előbb említettem, ugye itt egy mechanikus konzolírógép volt, hát ami azért minden nap elég sok papírt termelt, amit aztán utána ki lehetett dobni. Ezért aztán kifejlesztettünk egy olyan két diszkéből álló egységet, hogy ezt mentesültünk a sok papír használat alól. És hát nosztalgiából vagy, nem is tudom miből, de ez a gépterem ma, ez a fotó sikerült bejutni pár héttel ezelőtt, most így néz ki. A következő intézet, ugye, tehát eddig a KKC-ről és az SZH-ról beszéltünk, ez az egyik előtt, a másik pedig az MPA AFI, amelyikből majd később az TAPI alakult. Először a műegyetemnek különböző részein, barakokba helyezték el a munkatársakat, amíg végül is a Kente utca, mint ma megtudtam, 57-ben elkészült, tehát az az épület, ahol most vagyunk. Ez aki az automatizált kutatóintézet 64-ben alakult, mert a 1960-as években a Műszaki Egyetemen folyó átszervezés során külön vált az automatika oktatása és kutatása, amely azért volt jelentős, mert a kutatóknak csak egyfajta feladatra és munkára kellett koncentrálni. Vámos Tibor megszerezte a bizottság és pénzügyi támogatásokat az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságtól, és az MTA közös megállapodása szerint alapítandó új intézetről az Automatikus Kutatóintézet létrehozására. Az intézményvezető Benedikt Otto lett, aki főleg szabályozható villamos gépek elméletével automatizálással foglalkozott. Az intézet alapvető célja olyan légkör és körülmények biztosítása volt, amelyben a kutatók koncentrálhattak a munkájukra, hiszen mentesültek az oktatási és oktatás szervezési feladatoktól. Az intézetben a kutatókon kívül rendelkezésre álltak a kutatás műszaki technikai feltételeket biztosított munkatársak is. A későbbiekben már Vámos Tibor vezetése alatt a tranzisztor és a számítógép zöld utat kapott, és elindultak a digitális fejlesztések is. És innentől kezdve, bár egyébként van egy kis ismeretlen rétet, 64-től 68-ig nincsenek információm, hogy milyen konkrét eredmények születtek, de 68-ról igen. Tehát a 68-ban az AKI-ban ez az ADMAP kísérleti berendezést csinálták, amelyik áramköri húzalozások elkészítése számítógépes vezérléssel, közvetlenül nyomtatott áramköri lapokra saváló festékkel, később pedig filmre, fotófejjel tudott dolgozni. A berendezés elvégzi az átvezető fúratók fúrását is, amennyiben olyan feltételt tettek rá. Ugyancsak ez a berendezés valósította meg a későbbiekben bemutatott ferrit magos krom húzal befűzését a memóriába, illetve a föl fóliára rajzolást. A különböző funkciókat a fejnek a cseréjével lehetett megváltoztatni. Hadd mondjak pár száraz adatot is, de nem akarom ezzel különösebben terhelni a munkafelület 35x25 cm volt, a visszaállási pontosság plusz-minusz 25 mikron. A rajzsebesség 40 cm percenként, ha éppen fúrás végzett, akkor pedig 25 fúratot végzett el percenként.
A legkisebb programozható lépés nagyság 0,25, tehát negyed milliméter volt. Ugye ez egy kísérleti példány, még valamiféle fajta íróasztalba van bele zsúfolva. Ez viszont már a sorozatgyártott készülék, mert ebből nagyon sok készült. Ennek a berendezésnek az input egysége egy kisebességű lyukszalagolvasó, erről majd később lesz szó, és a bevenő nyelve a GTL, erről is majd még egy pár szó lesz. A vezérlő szalagot egy posztprocesszor program állítja elő. Közvetlen csatlakozás is lehetséges áramkörlapok vezetékezését tervező mikroszámítógép programokhoz. Az AdMap-hoz kifejlesztésre került egy vegyi technológia is, amely a nyomtatott lapok maratását és a két adatos lapok tyúk galvanizálását valósította meg. Ez a készülék egyike volt a legsikeresebb berendezéseinknek, több mint 100 darabot adtunk el belőle, elsősorban a hazai és a szocialista piacon. A 100. darab eladása után külön nemzetközi AdMap konferenciát rendeztek a Szovjetunióban. Ugye ezek az AdMap-hoz készülő dolgok, ezekről sajnos csak információ van, fotó nem. Az egyik, egy kisebességi lyukszalagolvasó direkt az AdMap-hoz kifejlesztve. Először 5, majd később 8 csatornás változatban készült. Kezdetben ez a készülék volt az input egysége az általunk fejlesztett, előbb bemutatott AdMap-nak. A másik, ugye ez egy, ha úgy tetszik, egy szoftver, tehát ez nem egy megfogható termék. Tehát a GTL, a geometriai technikai leírás, a több általunk fejlesztett berendezés általános absztrakt bemenő nyelve volt, amely tartalmazta, mondjuk itt speciál, a nyomtatott áramköri lapok húzalódásának geometriai koordinátáit, a húzalódások töréspontjának koordinátait, a töréspontok jellegét, az átgalmányi pont forrásokat lényegét, tehát tulajdonképpen egy olyan absztrakt leírást adott, amit a későbbekben több helyen is lehet használni. És az előbb említett AdMap csinálta ennek a berendezésnek az alapját, tehát ez egy ROM, ne felejtsük el ugye, hogy 68-ban járunk ma, amikor azt mondjuk, hogy ROM, akkor nem egy ekkora berendezésre gondolunk. A fix memória feladata a digitális információk tárolása volt oly módon, hogy azt közbelső regenerálás nélkül tetszőlegesen sokszor kiolvasható legyen. Ez egy speciálisan egy két vezető lap közé felritrudokat tettek, és arra tekercseket fűztek föl, és az információt azt hordozta, hogy éppen jobbra vagy balra tekerték meg. Pár adat erről, a tekercsek kiválasztását a címezőt végző elektronika RTL alapú volt. Ez a készülék 6400 bites, tehát körülbelül 1 kilobájtos volt, és a kiolvasási sebesség 250 nanoszek, tehát nem volt lassú. A következő, a CDC-nél egy picit ugye volt arról szó, hogy már ott táv adatfeldolgozás volt. Az egyik ilyen egységet, amit most modemnek hívnánk, szintén itt fejlesztették ki, DATEL, a postán pedig DATEX-nek nevezték ezeket a készülékeket, amin a nem szabványos sebességű digitális egység, ami a különböző számítógép és gyártó egységek közötti adatátvitelt tette lehetővé, ez 200 bóddal működött, és a CDC-nél igen is használták. A következő egy mérőkészülék, amit aztán a későbbben több helyen is használnak beépítve nagyobb műszerekbe, ez a dinamikus paramétermérő. Ez kis integráltságú SSI áramköröknek a mérésére szolgált. A bal oldalon, bocsánat, itt most fölül még jóval szereve, alul pedig egy késletető művonal látható, ez adta a készüléknek a lelkét. Annyit kell még tudni, hogy az előzőkben bemutatott 6 készülék, az AdMap, a lyukszalagolvasó, a ROM, a DATEL, a DATEX és a 1969-es BMW, mindegyik kiállítás, tehát mindegyik ott volt a kiállításon.
A következő az alfanikus karaktergenerátorról szintén nincsenek képek, de az Orion részére akarta 60 osztályegyű alfanumerikus diszplét készíteni. Kézenfekvő volt ehhez az előzőleg bemutatott ROM-ot, mint karaktergenerátor felhasználni. De elég bonyolult volt a felépítése, de végül is sikerült 1 kilobájtba belegyötörni az összes magyar kis és nagybetűt, az orosz szírű betűket, az összes görög betűt, és még egy-két matematikai jel is belefért, tehát sűrű. Az alsó részen pedig egy modem látható, amit 71-ben fejlesztettek, ez a SAM32-es. Ezt szintén használták a datexek leváltással, ez 2400 óta működött, a távadat átvitelnél, tehát ez is egy sztaki fejlesztés. És 1971-ben érkezünk el a grafikus diszpléhez. A GD71 család fejlesztése a 60-as évek második felében kezdődött, még az AKI égisze alatt. Az első grafikus diszplé 55-60-i József 68 tavaszán vetette papírra, és 3 év alatt készült el a Kelet-Európában első ilyen berendezés. Ugye azt kell tudni ezekről a GD grafikus diszplékről, hogy ez nem raster, hanem vektor diszplé. Így bizonyos megjelenítendő objektumszám alatt a képernyő tartalom leírásához elenyésző memóriára van szükség, mert nem kell leírni minden egyes pozícióban, hogy az sötét vagy világos, elég csak a kezdő, a szakasz kezdő és végpontját, meg az attribútumokat megmondani, és akkor már ki lehet rajzolni. Ez a 60-as, 70-es évek memóriaénséges idejében döntő jelentőségű volt. Annyit kell még tudni a GD71-ről, hogy a különböző változatait önállóan nem, csak miniszámítógépekkel együtt lehetett használni, mint a francia szödőszivel, vagy a Mitrával, vagy a Kárkánynak a TPL-vel, vagy később a Videotonnak az R10-es képeivel. Hiszen, és még szükség volt valamilyen konzol, amivel irányítani lehetett. A GD71 családot ezért szokás mindig úgy ábrázolni, hogy ezek mind rajta vannak itt a jobb oldali ábrán. Tehát ugye maga a diszplé az ez, de ott van a konzolórigok, ott van a miniszámítógép és így tovább. És elérkeztünk a sztakis korszakot, tehát 1972 a két előd, a KKC, majd az SK, és az AKI egyesült, és 1972-ben Vámos Tibor irányításával az eddig különálló intézetek fúzionáltak, megváltozott küldetéssel és feltételekkel, és megalakult a ma is ismert STAKI. A ma működő intézet igaz már nem az akadémia, hanem az Eötvös Loránd kutatási hálózat felügy alatt a hazai számítástechnikai kutatások legjelentősebb bázisával. A központ továbbra is a Kende utcatatóan most vagyunk, de még megvolt a már is, sőt, a későbbiekben épült a Viktória utcában még egy épület, ezt már direkt úgy alakították ki, hogy külön gépterem, megfelelő infrastruktúrával, hogy számítógépeket be tudjon fogadni, hát erős áramhűtés is. Térjünk vissza, most már azt a égisze alatt a konkrét fejlesztésekre, erről nincsen csak szöveges információ, hogy egy izotópos falvastagságmérőt fejlesztettek ki a Csepel művek részére. Annyit kell tudni róla, hogy ezeket a fémpalackokat, amelyikben diszút, oxigént, különböző gázokat tároltak, minősíteni és mérni kellett, hogy vajon ki fogják-e bírni azt a hatalmas nyomást. Ezt egy izotóp fejjel csinálták meg, több száz mérést végeztek, de automatikus módon, és a végén osztályozták, hogy mire lesz alkalmas, vagy esetleg, hogy a selejt akkor legurították a szalagból. A másik termék, amiben az előzőleg ismertetett többféle berendezést beépítettek, ez a közepes integráltságú
áramköröket puszta go-no-go tesztekkel mérni, valamint parametrikus méréseket is végezni. Több verzióban is készült. Ezt tízes nagyságrendben állítottuk elő, és külföldre is eladtunk belőle, például NDK-ba is a cseheknek. Ez a berendezés, ez az autávajú berendezés, ez hívásjelző és hívásfogadó eszköz volt. Eszközök a telefonjár megrendelésére készültek. Az átétel feltétele az volt, hogy a készülések sikeres KGST jóváhagyása megtörténjen, és átment ezen a vizsgálaton, úgyhogy ezek sikeres termékek lettek a KGST-n belül. Következő berendezés a 73-ban, ez egy repülőgép volt, egész pontosan ez a keretet és a hozzávaló pisztolyokat úgy vették, de a kollégák állították össze és látták el a kiegészítő elemekkel, valamint kijelzőkkel annak érdekében, hogy az ESR fiókok hátlapját húzalozni tudják ezzel a berendezéssel. Az optimális húzalmennyiséget külön program, hátlapúzálozó program készített el. És a legalsó, amiről szintén nincsenek fotók, a műhelygép elnevező sűrű. Ami csak azért érdekes, mert egy olyan rugalmas gyártósornak nevezett konstruktort hoztak létre, hogy például a CDC nagygépen lefutatott programot adatátviteli vonalon elküldték, a konkrét adatokat tudok mondani, a MMG telepején lévő helyre, ahol egy francia kis minigép fogadta, és ott állították össze a gépvezérlését ezeknek megfelelően. A következő 74-ben készült termék, ez egy olyan berendezés, amelyikkel ESR kártyákat lehetett mérni, mind a szinkron, mind a dupla, ott lehet látni azokat a slotokat, csatlakozókat, ahova a kártyákat be lehet dugni, és akkor az egész tesztet megcsinálta. Ez 10 darabos nagyságrendben készült. A következő termék a bátyeztetett 79, már közelítik a 80-as évekhez. Ez a berendezés a szereletlen nyomtatott nyák lapoknak a tesztelésére szolgált. De nem matrix alapon, hanem alulfelül egyet így volt, és azon voltak a mérőpontok, ez később még érdekes lesz. A lapméret, amit bele lehetett tenni, az 60x60 cm volt, és 200x200 rasterpont, ez is érdekes lesz később. Annyit kell még róla tudni, hogy mondjuk egy átlagos sűrűségű ESR lapnak a tesztelését egy perc alatt elvégezte, egy 60x60-as nagy méretű lap az mondjuk 15 percig teljes. Ez a berendezés is elég sikeres volt, és gyártásra is került még oda a sasadban. És az érdekes történet, az a nem minden nap is történt, hogy az amerikai mérnökök kopintották le ezt a berendezést, és ez pedig onnan lehetett tudni, hogy megjelent egy cikk az Electronics-ban 1984-ben, és ott pontosan leírták, hogy milyen alsó-felső hidat és hány mérőpontot, pont 240-et. Segítségvel állították elő, a szerencse csak az volt, hogy ezt Magyarországon már azt akiban levédették, úgyhogy végül is nem sikerült ez a kopintás, de azért ritka eset, hogy ebbe az irányba ment. A következő termék egy intelligens rajzdigitalizáló, ami 47x75 cm-es mondjuk papír alapú, általában mondjuk térképet lehetett digitalizálni. Ezt a berendezést a Foggem sorozat gyártotta. Hát itt most vannak száraz műszaki adatok, de nem sorolnám föl, mert kevés az idő. Inkább nézzük meg a szerszángép vezérlést, ez egy
kicsit nagyobb halat. Az első, tehát ez az itt bemutatott vezetőgépek encék, de még nem CNC, tehát nem számítógép, hanem csak lyukszalag. Ez a berendezés egy kísérleti, ez pedig a cseppelművekben dolgozott. Ebből fejlődött ki később a Diolog család, ezeket, egész pontosan ezt a készüléket a Lágymányosi utcában meg is lehet nézni. Ezek több éven át dolgoztak, hát itt van írva, hogy hány üzemórát. Ebből az Taki körül 41 gyártott, és később még átvette az IMG-a, és ők még 50-et készítettek belőle. Ennek egy kiegészítése az adaptív kontroll a CNC géphez, ugyanis egy bizonyos paramétereknek a mérése alapján tudta módosítani a vezérlést, és egy sokkal pontosabb termék jött ki. Az alsó pedig egy abban az időben még kuriózónak számító mikroprocesszor alapú PLC volt, ami a későbbiekben, ugye itt egy csomó input-output egység látható, a későbbiekben pedig egy olyan soros vonallal is kiegészítették, hogy egy gyárnak a telephelyén messze lévő készülékeket is össze lehetett kötni. Jó, ez ma már nem olyan nagy kunst, de ugye ez 40 évvel ezelőtt is lesz. Akkor mit csináljunk? Hát ez nem lesz kiállítva, mert ez az atomerő fűtőerőmű. Akkor csak felsorolok nagyjából. Ezeknek az elemei, ebből egyébként Pakson is van, és hát aktualitást volt, hogy Zaporozsébe, Ukrajnába is, még most is üzemelnek ilyen berendezések. Az 1980-as években a GD71 utódaként létrejött a GD80, ez ki van állítva, mind a kettő. Annyit érdemes róla tudni, hogy ehhez már nem kellett frontendként, mert ez tartalmazta. Na, ugye volt a Stakiba egy erős áramú osztály is. Itt csak két terméket mutató meg, az egyik a libegőhajtás. Mind a mai napig, tehát 40 éve működik ez, és még mindig ez hajtja a székeket föl és le. A másik termék pedig egy univerzális egesztőgép, amelyik mikroprocesszorvezérlésű, és azért lényeges, mert gyakorlatilag paramétereket digitálisan beállítva bármilyen hegesztési profil erőtömet tudok mondani, alkalmazható. És a hálózatokról még egy, ez tényleg nagyon rövid, mert én se értem sokat, hogy ugye a Viktor Hugo utcában, ahol épült a számítógép terem, itt van egy IBM-gép, és a hosszúti készült egy IBM X25-ös csatorna adapter. Annyit érdemes tudni róla, hogy ugye ez ESR gépekhez készült, és ott is lett eszesztelve, hiszen az IBM gép az úgy került ide, hogy egy szép gárdúri ember ült ott, és nem lehetett akármit csinálni, de amikor nem nézett oda, vagy nem volt ott, akkor rádugták, és csont nélkül működött. A következő, amiről már szó volt, hogy ugye kiváltottuk a CDC UT200-as terméket is hazai termékkel, és most már csak három kocka van a hálózatokkal kapcsolatban. Az egyik az Takiban kiépült egy megabites lokális hálózatnak a berendezései. A következő, ez is látható a Lágymányoson, az X25-ös csomagkapcsoló berendezésének a egyik emelete, illetve ez pedig a postán működött is 128 vonalas központ, amit használtak is. Hát külön köszönöm Kas Ivánnak és Manó Sándornak a sok segítséget, és köszönöm a figyelmet. Ahogy említettem, egyrészt a Lágymányos utcában, az Audában, és a Viktor Hugo utcában is meg lehet nézni különös kiállított termékeket. Köszönöm szépen!